Magyar szemmel, Csurka István írása. Szárnyaszeget választási kampány kezdődött el Magyarországon, amelynek csak az ad némi jelentőséget, hogy NM-ben, vagyis az Európai Parlamentre vonatkozólag első és a két országgyűlési választás között félúton erőfelmérés 2006-ra. Jelenleg az európai állapotok bizonytalanságát tekintve az sem bizonyos, hogy vajon nem az utolsó ilyen választás-e ez a mostani. Ha ugyanis Anglia az európai alkotmányról szóló népszavazáson elutasítja ezt a függetlenségét csorbító szöveget, az Anglia kilépését jelenti, ez pedig az unió fölbomlását. Ha pedig az USA közben beleszalad egy újabb, a vietnámihoz hasonló válságba, akkor az egész világon átszáguld a kiábrándulás és a kiszámíthatatlanság tornádója. Ebben a forgószélben aztán csak azok a nemzetek maradnak állva és tetővel a fejük fölött, amelyeknek saját célú nemzeti vezetésük, az önérdeket szilárdan képviselő kormányzatuk van. Nekünk nincs ilyen, és nem is lesz akkor sem, ha a Fidesz a jelenlegi hamis állapotában kerül vissza a kormányra. Mert a Fidesz jelenleg nem több, mint egy fogott, alkalmazkodó színtársulat, amelynek vannak fenegyerekei, primadonnái, komikusai, és van sok szürke közönség szervezője, de nincs önálló, a másik oldaltól elütő saját akarata. Most a kampányitón például megszólaltatták Martonyi Jánost, a volt külügyminisztert, aki aláírta a NATO csatlakozás okmányát, valamint oroszlán része volt a kereskedelmi televíziók bevezetésében, vagyis a magyar társadalom szellemi eltunyításában, az elszórakoztatásra alapuló népbutítás bevezetésében, amely ellen Orbán és Kövér küzd. Vasárnap este Martonyi még szónokolt, aztán összeült a Fidesz elnöksége és megváltoztatta álláspontját az iraki részvétellel kapcsolatban. Már csak egy van hátra. A NATO-ból kilépni. A dolog azonban vicces, mert az ország legnagyobb pártja táncol a szemünk előtt. A Fidesz egyszerre akar lenni euroszkeptikus és csatlakozáspárti. Európa iránti kétségei azonban sekélyesek. Soha nem lép ki a szabadkőművesség által megengedett, s Martonyi által biztosított körből. Védi a magyar földet, és árulja is. Támadja az MSZP-t, de nem szólal fel politikájának lényege ellen. Az izraeli politikának való alárendelés és az Izrael igényei szerinti betelepítés ellen. Nemzeti, de nem radikális. Keresztény, de zsidó keresztény is. Már korábban is megírtuk ezeken a hasábokon, hogy a Fidesz meg van félemlítve. Többször is léprement ugyanis. Először a D209-es egérfogóba lépett bele. Erről lapunkban hétrészes elemző cikk sorozat indul. Megyesi leleplezésének az lett az eredménye, hogy az MSZP a Mécs bizottságon keresztül közölhette, sokat tudunk rólatok, gyerekek. Ti is a mi fészek aljunkban szocializálódtatok. Minél magasabb pozíciót betöltő személyek vannak érintve, annál nagyobb a veszélye a teljes összeomlásnak. Megfigyelhető, hogy ezt kivédendő és elkerülendő járja a parírozási táncot az egész Fidesz. Megteszi az engedélyezett, radikálisnak látszó pótcselekvéseket, mint például a petíció, de nem viszi végig a leleplezéseit, és nem száll szembe a rendszerrel, hagyja, hogy az MSZP kitöltse a ciklust. Ugyanígy felültették a Fideszt a tilos rádió botránnyal. A tilosban elhangzott keresztényellenes kijelentést senki sem hallotta volna meg, hiszen a rádiónak csak igen szűk körű hallgatósága van. Nagy közönséget ennek a rádiónak az ellene szervezett tüntetés szerzett, ez pedig visszaütött. Utána elégettek egy izraeli zászlót, az izraeli nagykövetség azonnal tiltakozott, itt termett Madeleine Albright asszony, a nemzetközi zsidóság egyik vezetője, és megfette a Fideszt. A fiúk természetesen azonnal takarodót fújtak.
A tilos elleni tüntetésben az volt az álságos, hogy egy elszigetelt, jelentéktelen zsidó csoportocska barangója lett kinevezve keresztény ellenesnek, és ezáltal az egész közéleten és politikai, gazdasági, pénzügyi életen áthúzódó magyar és keresztény ellenes kiszorítás, fenyegetés, másodrendű vététel egy részeg zsidó zenész szájalásának lett feltüntetve. A Fidesz úgy gondolja, hogy egy tilos happeninggel felmutatja, mennyire karakán magyar érdekvédő, még a zsidókkal is szembeszáll, de szájon verték. A bankokban, tévékben, politikában, népszavában és népszabadságban zajló keresztény és magyar ellenesség pedig zavartalanul folyt és folyik tovább. Lovas István, a főszerkesztő és főszónok visszakerült a Vasárnapi Újságba. Döbrentei Kornélt, aki soha nem adott be alijázási kérelmet, meghurcolták, és az írószövetséget, amely nem volt hajlandó elhatárolódni tőle, szétverik. Nem sokára megszerveznek egy tisztán zsidó írószövetséget. A Fidesznek minden, az MSZP politikáját, hazudozását, nemzetellenességét illető bírálatában, interpellációjában, minden napirend előtti felszólalásában igaza van. Csak abban nincs, hogy nem cselekszik ennek megfelelően. A nemzeti petíció egy nagy radikális pótcselekvés akkor, amikor utcára kellene szólítani a társadalmat, hogy ne tudják eladni a kórházakat, a földet, ne tudják privatizálni a még meglévő nemzeti vagyont, ne tudjanak Irakban tartani magyar katonákat. Az ezzel kapcsolatos Fidesz álláspont felemássága talán a legszembeötlőbb. Mit keresnek a magyarok a perverzió és az elvetemült gonoszság hadszínterén? Addig maradnak ott, ameddig Ariel Sharon, izraeli miniszterelnök akarja. A Fidesz most felveti a kérdést, de borítékolhatjuk, hogy mindjárt abba is hagyja. Az a baj, hogy a 2006-os országgyűlési választásokat így is meg lehet nyerni. Az MSZP ugyanis tönkrement párt, amely belső ellentéteiben őrlődik. Megfelelési kényszerben szenved. Nem csak az izraeli politika jobb és bal oldalának, a fundamentalista telepes politikának, hanem a demokráciát és liberalizmust játszó árnyalatoknak is meg akar felelni, és hiába gyűrte maga alá, és hiába emésztette fel az SZDSZ minden amerikai és izraeli kapcsolatát, nem bír a saját belső gyáva antiszemitizmusával, és a káderek állandó pénz- és pozícióigényeivel, hatalommániájával. Nem elégszik meg azzal, hogy egyik résztvevője eleme annak, aminek voltaképpen nem lehetne résztvevője, a magyar demokráciának, hanem a teljhatalmat akarja és nem képes levetkezni egy pártrendszeri szokásait. 90 és 94 között könnyű volt neki. Antal és az SZDSZ kikaparta nekik a gesztenyét. Nem csak megmaradtak, hanem 4 évre kormányra kerültek, és akkor bebizonyíthatták volna, hogy szociáldemokraták és magyarok lettek a gyűrődésben, de ők valójában bolsevisták maradtak, és ez lett a vesztük. Ezt most már látja az egész magyar társadalom. Ezért aztán most már iszonyatosan sokat és iszonyatosan nagyokat kell hazudni. Megteszik, de a hatás nem a régi. Ebben Goebbelsz és Rákosi jobb volt, és Kádár pedig szerette a krumpli főzeléket, miközben ők kaviárt zabálnak söjtörön. A Magyarországon kialakuló félben lévő két pártrendszer számára ennek a választásnak egyetlen problémája van. Ami épp. Az Európai Parlamentbe való bekerülésétől mindkét oldal fél. Mindkét tábornak el kell számolnia a bekerült mi éppel. Az egyiket Ariel Sharon és George Bush közvetlenül kérdezi, a másikat egyelőre csak közvetlenül. A dolog egyszerű. Ha a miép ott van, s aztán visszakerül az országgyűlésbe, akkor még nincs 100%-osan olyan rendszer Magyarországon, amilyet ők akarnak. Akkor a magyar akarat még pislákol. Ez a pislákolás, ez az ellenállássá változtatható életjel mindig zavarta őket. A totális hatalmat szeretik, nem a demokráciát, főként nem a nemzeti tartást. A nemzeti radikalizmus szerintük nem kaphatja meg azokat a jogosítványokat, amelyek az országgyűlésben való jelenléttel járnak.
A miép táborának azt kell most megértenie, hogy vannak helyzetek a történelemben, amikor az életjel a legfontosabb. Talán mindig az a legfontosabb. A dobogó szív, a lélegzet, a felnyíló szem, amelyik lát is. A világhatalom, amelynek a legkorszerűbb fegyverei vannak, és az egész világot képes elpusztítani, most a leggyengébb. Rezeg, mint a nyárfa levél. Bukását azonban meg kell élni. Életben kell maradnunk. A közelgő borzalmakat, kataklizmát, kiszolgáltatottságot, gyarmatosítást csak nemzeti öntudattal, radikális lélegzetvétellel, a saját nép javát szolgáló szociális piacgazdasággal lehet túlélni, de túl lehet élni. A miép listájára leadott szavazat a túlélést jelenti.